ez teljesen fel lett festve, tehát le lett cserélve. A felújított temető kápolnát mutatja Siolgár polgármestere. A kis kápolnát októberben kezdték el felújítani, most értek a végére. Kívülről teljesen helyreállították, de nem ez az egyetlen fejlesztés a temetőben, amivel a halottak napjára készülnek. A temető belső útjainak a felújítása volt a leglényegesebb. A kápolna is nagyon fontos volt, hogy új kinézetet kapjon, hiszen nagyon régóta nem volt már hozzányúlva. Új világítás kapott a temető, és egy illemhelyet is tudtunk csinálni. Siolgár polgármestere azt mondja, a következő napokban sok hozzátartozót várnak a település temetőjébe az ország távoli pontjairól, és fontosnak gondolták, hogy az ideérkezők egy rendezett és szépen felújított kegyeleti helyet lássanak. A településen több felújítás is párhuzamosan megy, de ezt mindenképpen fognak vele találkozni, és talán jó szívvel gondolnak arra, hogy még el is mentek innen, de azért a falu továbbra is fejlődik. A siolgárdi temető felújítását a Paksi Atomerőmű Térségfejlesztési Alapítványának a támogatásával tudják megvalósítani. A munkákkal novemberre végeznek.